17,5 milliárd forintos fejlesztési projekten dolgoznak a szekszárdi teipari vállalatnál, aminek az eredményeként megépül Magyarországon Közép-Kelet-Európa legnagyobb félkeménysav gyártóüzeme, mintegy 20 millió kilogrammos éves kapacitással. A tejüzem eddig jellemzően Magyarországon értékesítette a termékeit, de ezzel a fejlesztéssel olyan jelentős előrelépést tudnak tenni, amely lehetővé teszi áruik exportálását a környező országokba is. Koller Attila vezérigazgató elmondta, hogy a technológia korszerűsítése mellett fontos a termelés növelése a munkahelyek megtartásához. A Tónatej ZRT egy folyamatos növekedésen esett keresztül az elmúlt időszakban. Míg korábban 3-4 évvel ezelőtt 130 millió liter tejet dolgoztunk fel, ezt követően egy lépcsőugrással 180 millióra ugrottunk fel, ma pedig 260 millió liter tejet dolgozunk fel. Jól látható a növekedés, nagyon dinamikus, és mindezt ugyanannyi 520 fő alkalmazottal oldjuk meg. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is jelen volt a szekszárdi üzemlátogatáson, ahol elmondta, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb vidékfejlesztési programja zajlik idehaza, ami azt jelenti, hogy az előző 7 éves tervezési időszaknak mintegy háromszorosa az a pénzmennyiség, amit a kamara elkölthet beruházásokra. Magyarország 4-szer annyi pénzt ad a gazdálkodóknak, mint amennyi Brüsszelből érkezik. Ez egyébként az adható maximum, tehát ennél az Európai Uniós jogi keretek között több pénzt nem lehet ebbe a programba beforgatni, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan kormányzattal tudunk együttműködni, amelyik a lehetőségek teljes arzenáját kihasználva próbál a magyar vidéknek segíteni. A kormány által nyújtott anyagi támogatások lehetővé teszik a korszerű technológiai fejlesztéseket, amelynek köszönhetően versenyképes vállalkozások alakulhatnak, így magasabb bérszínvonalon, de mégis hatékonyan tudnak majd az üzemek termékeket előállítani.